Sziasztok fiúk, lányok, üdvözöllek benneteket! Ebben a kis vlog videóban arra gondoltam, hogy végignézem veletek azokat a Hearthstone kártyákat, amiket a legújabb The Grand Tournament kapcsán már felfedett nekünk a Blizzard, és ehhez szokásos módon a Hearthpwn oldal segítségéhez fogok fordulni. Több mint 132 kártyalap érkezik ezzel a kiegészítővel, valamikor augusztusban, jövő héten, vagy hát már amikor látjátok ezt a videót, ezen a héten már elő lehet vásárolni 50-es kártyacsomagot. Érzésem szerint még egy héttel vagy pár nappal korábban az arénába is berakják az új kártyákat, tehát egy olyan 2-3 hét múlva érkezik majd a kiegészítő érzésem szerint, de mondom, ez csak egy tipp, lehet, hogy már augusztus első hetében megkapjuk. Na jó, a lényeg annyi, hogy én most szeretném átnézni veletek azt a néhány kártyalapot, amit így felfedtek nekünk, és akkor át is váltok ide szépen. Bocsi, a képen miatt lehet egy kicsit így torz lesz, mert belenyújtottam ebbe a szép kis képkeretbe. Na, hát akkor lássuk azokat a lapokat, fentről lefele haladva. Az első Sky Captain Craig. Na, ez egy legendás kalózlap, és akkor ezzel már ez a második legendás kalózkártyánk. 7 manáért egy 4-6-os lény. Ez még önmagában nem túl szimpatikus. Na de, a képessége a charge. Vagy, igen, tehát ez egy charge-os kártyalap. És meglepően erős, tehát szerintem így már talán egy szinten lehetne említeni az Argent Crusaderrel, ugye akinek 4 támadása van és 2 sebzése, és egy Divine Shield-del kezd, csak egy manával drágább. Na de, ez a kártyalap minden egyes kalózlappal, ami gondolom a mi térfelünkön van, egy manával kevesebbe kerül. Tehát ha van kint mondjuk 2 kalózkártyánk, akkor már is 5 manába kerül csak az ára neki. Ilyen szempontból ez szerintem egy nagyon jó ilyen charge-os kalózkártya, és minél több kalózunk van lenne a csatamezőn, annál olcsóbb. A kalóz pakliba szerintem kiváló lesz, és érzésem szerint nem ez az egyetlen kalózkártyalap, amit ebben a kiegészítővel fogunk tudni szerezni. Úgyhogy a kalóz paklikat végre kicsit szereti a Blizzard, hogyha lehet így fogalmazni. Na, a következő Justicar Trueheart. Na, ez a durva kártyalap. Ez lehet, hogy elsőre nem tűnik túl erősnek, végül is 6 manáért egy 6-3-as lényt kapunk csupán. Na de, a különleges képessége, hogy megidézésekor az összes hősnek a képességét felturbózza. Na, és hogy mit turbóz rajtuk? Egy kicsit lejjebb tekerek. Ehune itt vanni a hős képességek, amiket felturbóztak. Tehát ugyanúgy marad az összes képesség 2 mana. De a druida például 2 páncélt és 2 támadást kap arra a körre. A hunter 3-at fog sebezni. A mágus 2-t fog sebezni. A paladin nem egy-egyes miniont idéz, hanem 2 darab kis paladint idéz magának. A pap nem 2-t, hanem 4-et gyógyít. A rugó az egy 2-2-es fegyvert vesz a kezébe. A sámán pedig választhat, hogy melyik totemet kívánja lehívni. Na, az például egy nagyon előnyös dolog tud lenni egy sámánnál. A warlocknak a soul tap, vagy hát igen, most már soul tapnek hívják a képességet ilyenkor, egyébként a nevük is megváltozott, az úgy húz kártyát a warlocknak, hogy nem sebzi közbe. Tehát ez abszolút imba szerintem. És végül a warriornak tank up 4 páncélt rak a warriorra, szóval szerintem ezek így nagyon brutálisak. Szerintem ez a hős, ez így egy mindenki számára kötelező darab kell, hogy legyen, feltéve, hogy a hős képességeket szeretnénk előnyben részesíteni. Azt egyébként most még így az elején így általánosságban szeretném elmondani, hogy az egész kiegészítő az lényegében a hős képességekről, azok használatáról és a különféle képességekről és szinergiákról fog szólni, de elsősorban mondom, arra szeretne motiválni mindenkit a Blizzard, hogy használjuk bátran azokat a hősi képességeket. Akkor a következő a Warlock legendás kártyalap, Wilfred Fizzlebang, 6 manáért egy 4-4-es lény. Ugye ő volt az, aki megpróbáltam megidézni Jaraxxust, aztán utána Jaraxxus végül is úgy döntött, hogy átveszi az irányítást, és a gnómot azt kinyiffantja, és utána ő lépett a helyébe bossként.
Arra kíváncsi leszek, hogy ennek a kártyának lesz-e bármilyen spéci szövege, vagy interakciója Jaraxxus kártyalappal, hogyha azt is megidézzük. Én például simán azt kivitelezhetőnek tartanám, hogy olyankor Jaraxxus elpusztítja ezt a kártyalapot alemmal a csatamezőt, de majd meglátjuk. A lényeg az, hogy ez, ha megidézzük, akkor utána minden egyes lap, amit a hős képességünkkel húzunk, az nulla malába fog kerülni. Tehát ez azért elég durva. Na most kombináljuk ezt egy kicsit, hogy mondjuk lehívunk egy emperort előtte, az egyen lecsökkenti a mana képességét. Van olyan kártyalap, már így előre vetítem, ami a hős képességeket többször használhatóvá teszi egy körön belül, ráadásul még olcsóbbá is. Na most, ha mindezeket így kombináljuk, akkor ha lehívjuk mondjuk így a hetedik, nyolcadik kör tájékán utána ezt a kártyalapot, akkor utána kettő, de hát igen, inkább csak kettő, akár kettő darab nulla manás lapot is húzhatunk a paklingból egy ilyen ideális esetben, ami szerintem abszolút durva. Tehát ez is majdnem, hogy egy must have lap lesz minden warlocknak, úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz ez akció közben. Akkor Nexus Champion Sarad, na egy Ethereal, vagy hogy kell ejteni, egy újabb Ethereal-t kaptunk, aki ráadásul egy ilyen Ethereal zsiráfon lovagol, egy Ethereal ilyen lézer, mi ez már, dárdával a kezében. Na, 5 manáért egy 4-5-ös lap, szó-szó, na de a képessége, Inspire, na ez az egyik új képesség ugye a kiegészítőben, ez az Inspire képesség akkor aktivizálódik, ha használjuk a hős képességünket. Magyarán szólva, ha len van Sarad a csatamezőn, és használjuk utána a hős képességünket, akkor egy random varázslapot ad nekünk a kezünkbe, minden egyes alkalommal. És itt megint csak szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy mi van akkor, hogyha többször tudjuk használni a hősi képességünket ugyanazon körön belül. Hát akkor így kapni fogjuk szépen a varázslapokat, amiket utána még ki is játszhatunk esetenként, úgyhogy ő is szerintem egy elég durván jó kártyalap lesz. Sőt, itt majdnem mindegyik kártyalap tök jó, ahogy nézem őket. Na de, menjünk tovább. Frost Giant, ugye egy újabb óriás, ráadásul a fagyos óriás. Igen, ő még hiányzott. Van még óriás a WoW-ban, akit így nem szerepeltettek? Földóriás, lávaóriás, most már jégóriás. Most így nem is rémlik, hogy van-e még óriás. Ja, meg igen, a vízi óriás. De most így hirtelen nem rémlik több. Na de mindegy, 10 manába kerül egy 8-8-as lény, ugye óriás lévén, és minden egyes alkalommal, amikor az adott a meccsen belül használtunk a hősi képességünket, akkor mindegyes hős képesség használat után egyel kevesebb manába kerül. Tehát ha mondjuk tegyük fel, az ötödik körig bezárólag mondjuk minden alkalommal használtuk a hősi képességünket, akkor a hatodik körben megidézhetjük egyből ezt a 8-8-as lényt. Szerintem tök jó, vagy hogyha a játék vége felé tartunk, akkor akár majdnem ingyen is, ami meg megint csak hasznos kártyalappá teszi. Akkor egy mágus kártyalap, ráadásul egy sárkány, úgyhogy a sárkány paklik megint csak így nagyon jó szinergiával bővülnek mágus fronton. Van egyáltalán sárkányos mágus pakli? Én nem nagyon emlékszem rá. Na mindegy. 6 manáért egy 6-6-os lény kapunk, akinek a képessége, hogy akárhányszor használhatjuk a heroikus képességünket, amíg ez a kártyalap len van. Na most, ez azt jelenti, hogy lerakjuk, és utána elkezdhetjük 2 manáért lőni a Fire Blast-eket, akárhányszor, amikor csak akarjuk. Na most, ha ezt még kiegészítjük egy másik lappal, amit szerintem majd nem sokára mutatni fogok, ami lecsökkenti 1 manára a mana költséget, akkor akár szétszpemmelhetjük az ellenfelünket. Legdurvább esetben ugye 10 manáért egy 10-es sebzést vihetünk be, ami megegyezik egy Pyroblast-nak a sebzésével, csak hát ugye ezt mi döntjük el, hogyha éppen több lény van lent a csatamezőn, akkor melyikhez sütjük el. Úgyhogy abszolút szerintem egy jó kis kártyalapnak tűnik ez is.
Akkor 6 manáért Kodo Rider, egy 3-5-ös kártyalap, ami így önmagában véve nem túl erős, viszont az Inspire képessége, ami még egyszer mondom, akkor aktivizálódik, ha használjuk mellé a hősi képességünket, azt csinálja, hogy idéz maga mellé egy 3-5-ös War Kodót. Magyarul szólva egy ugyanilyen kártyalapot kapunk mellé. Na most ez tipikusan az a kártyalap, hogyha életben marad egy kör erejéig, akkor a következő körben gyakorlatilag így telespammelhetjük akár a csataterünket ilyen 3-5-ös kodókkal, úgyhogy ez is egy eléggé prior célpont lesz az ellenfélnek, ha lekerül a csatamezőre. Akkor Poison Blade, vagy Poisoned, multidő, Blade 4-es manaába kerül, és 1-es, 3-as értékei vannak, ami hát önmagában még nem túl elős. Érzésem szerint ez egy rugó kártyalap lesz, és azt csinálja, hogy ha használjuk a hősi képességünket, akkor az plusz egy támadást ad ennek a kártyalapnak, és nem cseréli ki ugye az alap rugó fegyverre. Ami úgy már egész érdekessé teszi, de én ezt most így hirtelennyiben nem érzem annyira erősnek, mint mondjuk a többi lapot, amit idáig láttunk. Bár még mondom, ezek a kártyalapok, amik itt vannak, csak töredékét képezik az összes 132 kártyalapnak, úgyhogy itt még bőven lehetnek olyan új rugó kártyalapok, illetve más kártyák, amikkel kombinálva ez a lap nagyon brutális lesz. Hát epic, szóval jobb féle. Legalábbis a Blizzard ennek szánta. Hát majd kiderül. Én érzésem szerint most még a rugók, tehát nem annyira erősek a mostani metajátékban, hogyha még kapnak egy-két jó lapot, akkor valószínűleg ez változhat, de mondom, a rugókra például az tipikus azt, akire ráfér a szeretet, úgyhogy reméljük, hogy ez a lap majd hozzásegíti őket ahhoz, hogy jobban szerepeljenek a jelenlegi metában. Akkor kicsit lejjebb görgetek. Garrison Commander, 2 manáért, ez is egy neutrális kártyalap, 2-3-as értékekkel, ami már úgy alapból szerintem rendben van. Na de mit csinál a lelkem? Azt csinálja, hogy kétszer megengedi használni a hősi képességünket a saját körünkben. Na, ez például egy nagyon jó kártyalap, és érzésem szerint ez is egy ilyen must have kategória lesz így ebbe a kiegészítőbe, lévén, hogyha valaki tényleg a hősi képességeivel szeretne így játszani, és hát miért nem, mert ez most akkor az új sláger, akkor ez is egy olyan kártyalap, ami szinte elengedhetetlen lesz minden jobb pakliba. Akkor, jaj, mindenki kedvenc Hunter kártyalapja, a Lock and Load, 2 manáért, na ez egy varázslap, ami azt csinálja, hogy akár hányszor, miután ezt kijátszunk egy varázslapot a saját körünkben, akkor egy random Hunter kártyát ad a kezünkbe. Tehát kijátszuk ezt a lapot a körünk elején, és utána elkezdjük spammelni még a varázslapokat, és akkor kapjuk érte a Hunter kártyákat, ami bármi lehet, varázslap, lénylap, és full random az egész. Tehát ez kiválóan alkalmas arra, hogy nem csak, hogy a varázslapokat kijátszva mondjuk így a játéktér felett megtisztítsuk az ellenfél lényeitől, vagy esetleg még tovább DPS-eljük a hősét, de arra is, hogy után tankolja nekünk az elvesztett kártyalapokat. Szóval a Huntereket így imádja a Blizzard, tehát a Face Hunter és társai azok így kiírthatatlanul itt maradnak, és ezzel a kártyával szerintem még brutálisabb lesz. Ez gyakorlatilag Face Hunter a kártyalap. És a párja az ott jön mindjárt mellette. 6 manáért, Ball of Spiders, 3 darab webspinnert idéz nekünk, ami mondjuk így 6 mana egy picit talán sok érte, de ha belevesszük azt, hogy a 3 webspinnerből akár 3 legendás bestiát is kaphat a Hunter, akkor úgy már talán nem. De talán 5 mana lenne inkább a korrektebb, de a Blizzard úgy érzi, hogy 6 mana, akkor 6 mana. Mindegy, tehát én már látom előre a Webspinner Hunter paklit, amiben így rommá lesz pakolva ilyen pókokkal a pakli. De mindegy, ez is jó pofa szerintem. Akkor Thunder Bluff Valiant. Na ez egy Shaman kártyalap 5 manáért, 3-6-os értékekkel. Ez még úgy rendben van, na de a képessége Inspire, úgy szintén, tehát hősi képességgel együtt aktivizálódik. Plusz 2 támadást ad a lent lévő totemjeinknek. Na most
itt többes számot használnak, tehát valószínűleg az összes totemnek plusz 2 támadást ad. Magyarán szólva, ha ezt kijátsszuk mondjuk az ötödik körben, de inkább mondjuk azt, hogy a hetedikben, mert akkor rögtön tudjuk a hősi képességünket használni, és van lenne mondjuk 2-3 totemünk a csatatéren, akkor mindegyik kap plusz 2 támadó pontot. Na most ezt még vesszük össze egy Bloodlust-tal, és mondjuk ha előtte ki tudtuk játszani Emperort, akkor ugye még olcsóbb az egész történet, meg még ugye a mana költség csökkentő cuccok, meg még ugye ha többször használjuk a hősi képességünket, tehát itt annyi szinergia van ebből a kártyalappal is, úgyhogy a sámánoknak ez a totem áradat, ez nagyon bejövős lesz. És akkor úgy egy újabb sámán kártyalap, 4 mana egy 4-4-es Draenei Totem Carver, tehát a totem faragó, ez a megidézésekor plusz 1 támadó és védőértéket kap minden egyes lent lévő barátságos totem után, tehát őt is akkor érdemes kijátszani, ha legalább 2 vagy több totemünk van lent. Na most ez is szerintem gyönyörű totem szinergia lesz itt a sámán fronton, úgyhogy ez is szerintem egy nagyon jó kis kártyalap, úgyhogy jönnek a totemes sámánok végre valahára, és akkor ezek a régi ilyen totemeket erősítő kártyalapok is szerintem előtérbe kerülhetnek. Akkor King's Defender, na ez egy warrior kártyalap, mégpedig egy fegyverlap, 3 manáért egy 3-2-es támadóértékű fegyver, ami hát ugyanazt tudja, mint a Fiery Vorax, viszont a lehívásakor az történik, hogy minden egyes tauntos lény után plusz 1 durability-t kap, tehát többször lehet majd használni. Magyarán szólva, ha len van mondjuk 2 darab taunt kártyánk, akkor ez már 4-szer használatos fegyverre avanzsál elő, tehát akkor egy rugó Assassin's Blade-dé változott rögtön 3 manáért. Úgyhogy jöhetnek továbbra is a Defensive Control Warrior paklik, amiknek szerintem egy nagyon jó kiegészítője lehet a King's Defender fegyverlap. Na, újabb mágus kártyalap, Effigy. Ez egy titok kártyalap, ami azt csinálja 3 manáért, hogy akárhányszor egy barátságos lény meghal, egy barátságos lény meghal, idéz egy random lényt ugyanannyi mana értékkel a csatamezőnkre, mint amennyiért a meghalt lényünk, amennyibe a meghalt lényünk kerül. Tehát ha mondjuk len van ez a csatatéren, leütnek mondjuk egy 8 manás lényünket, akkor bizony egy újabb 8 manás lény tér majd vissza, ami viszont lehet másfajta lény, de alapjában véve ez olyan, mint egy reinkarnáció a paladinnál, csak egy picivel jobb, mert ugye full HP jön vissza az új lény, aki akár sokkal brutálisabb is lehet. Ráadásul hiába volt legyengítve mondjuk a lényünk, vagy bármi egyéb, tehát ugyanúgy egy full HP-s lény jön vissza, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon erős kártyalap, főleg úgy, hogyha olyan nagy mana költségű lényekkel sikerül elsütni, mint például mondjuk az óriások, vagy a durvább legendás kártyák. Ha mondjuk ilyen kisebb lényekkel kombináljuk, ott is minimum 3 mana plusznál éri meg szerintem az árát ez a kártyalap. De mondom, tehát ez relatíve hamar behozza az árát a mágusnak, ami akár egészen vicces kombinációkat is eredményezhet. Akkor 2 manáért még egy mágus kártyalap, Fallen Hero, az elesett hős, 3-2-es támadó és védőértékekkel, tehát már így mana költségileg is az értékei rendben vannak a lapnak. Na de mit csinál a különleges képessége? Plusz 1-jel többet sebez a hősi képessége a mágusnak, na, vagy hát a hősi képesség. Na most ez lehet, bár ha mondjuk véletlenül valami random dolog folytán egy másik hős ugyanezt megkapja a csatatérre, akkor amíg len van a hős képessége, a hősnek egyet többet sebez. Tehát már rögtön 2-t sebez a mágusnak a Fire Blast-je, plusz ha még felsikerül tuningolni az itt látható Justicar True Heart-tal, akkor már 3-at sebez 2 manáért, vagy akár 1 manáért is, hogyha úgy jön ki a lépés a hős képessége a mágusnak. Nagyon vicces kártyalapérzésem szerint, főleg így a játék első 3-4 körében, amikor ugye ezt ki lehet simán játszani, és akkor 2 sebzéses Fire Blast-okkal simán gond nélkül tisztán lehet tartani a csatamezőt. Feltéve, hogy ez a kártyalap életben marad, mert azért 2 HP-vel játszik szegényke. Jó, és akkor itt az utolsó néhány kártyalap.
North Sea Kraken. Na, ez egy tök hétköznapi kártyalap, tehát nagyon olcsó lesz lekraftolni is. 9 manába kerül ugyan, de egy 9-7-es lény, tehát nem fogják egy könnyen letakarítani. Ráadásul megidézésekkor 4-et sebez, és gondolom azt meg mi döntjük el, hogy mibe. Úgyhogy így már nem is olyan rossz érzésem szerint, és ez bárki mondom simán lekraftolhatja majd, úgyhogy ez egy nagyon jó kis kártyalap érzésem szerint. Igaz, elég költséges, de bizonyos helyzetekben szerintem így eldöntheti egy-egy meccsnek a kimenetelét. Akkor egy pap varázslap, Sacred Warrior, ugye a Szent Harcos, 4 manáért egy 3-5-ös kártyalap, az értékei rendben vannak, na de mit csinál? Akárhányszor gyógyítják ezt a karaktert, tehát nem, akárhányszor gyógyítanak bárkit a játékban, amíg ez a kártyalap nem van, tehát ez akár lehet az ellenfél hőse, az ellenfél lényei, a saját hősünk, a saját lényeink, ez a kártyalap plusz 2 támadást kap. Na, így már viszont elég táp ez a kártyalap, és most gondoljunk bele, hogy mondjuk lehívjuk 4 manáért, életben marad a következő körben, és vannak sérült lények, leteszünk 0 manáért egy Circle of Healinget, és ha már 2 lényt felgyógyított, az már rögtön 7-5-ös lényé varázsolja ezt a kártyalapot, plusz még ki tudja, hogy mekkorában, úgyhogy ez egy ilyen kivégző paplap lehet, úgyhogy elég durva ez a harcos kis csaj, úgyhogy papoknak ez is egy nagyon vicces kártyalap lesz. És na itt van az, akiről beszéltem, 4 manáért Maiden of the Lake, a tó hölgye, és hát 2-6-os értékekkel bír, ráadásul 6 a HP-ja neki, úgyhogy elég nehéz lesz őt eliminálni a csatamezőről. Na és ő csinálja azt, hogy a hősi képességet egyre lecsökkenti. És ez is egy ilyen kötelező darab lesz mindenkinek a pakliába, aki szerintem a hős képességes szinergiákkal akar játszadozni. Lévén egy manáért használatos hősképesség az mindig jól jön. Ami fontos, hogy nem lehet stackelni. Magyarán szólva, ha 2 ilyet lerakunk a csatamezőre, nem lesz ingyenes a hősképességünk, hanem maximálisan és minimálisan egy manába fog kerülni. Úgyhogy ez is szerintem egy nagyon jó kártyalap. Tuskar Totemik, na egy sámán kártya, 3 manáért egy 3-2-es lény, aki megidézésekor egy random totemet idéz meg. Na ez is a totemes pakliba lesz jó majd, és igazándiból ennyi a totemes sámánoknak, szerintem egy nagyon jó lény a pakliába. És végül az utolsó 3 kártyalap, amik így jelenleg felfedésre kerültek, Silverhand Regent, 3 manáért egy 3-3-as lény, és az az Inspire képessége, hogy idéz nekünk egy 1-1-es Silverhand Recruitot. Na most, ami ennek az érdekessége, hogy nem egy paladin kártyáról van szó, hanem egy neutrális, mindenki által használható kártyalapról. Tehát akár nem paladinok is teleszpen mellhetik a csataterüket Silverhand Recruitokkal így az első néhány körben, ha ez a kártyalap nem van. Akkor egy sámán totem, ez pedig a totem gólem. 3-4-es kártyalap, 2 manáért és 1 overloadot okoz, tehát magyarán akkor egy 3 manába kerül, összvisz, nagyon durva totem. Tehát 2 manáért semmibe nem kerül, és 4 HP-ja van, 3 támadó értéke, hát nem lesz egyszerű ezt letakarítani így az első 2-3 körbe annak, aki mondjuk megkapja ezt a fejére, de hát mondom, totem sámánoké a jövő. És végül, de nem utolsó sorban, 1 manáért Lowly Squire, akinek az a különleges képessége, hogy minden egyes hős képesség használata után egyel erősödik a támadó értéke. Ez nagyjából a micro, vagy hogy hívják azt a micro machine, vagy mikrobot. Tehát tudjátok, az az egy manás kis robot, aki minden körben egyel erősödik, hát nagyjából valami hasonló akar lenni, csak a hős képességes megfelelője. De mivel 2 HP-ból él, a szerencsétlen elég könnyű lesz eltakarítani. Úgyhogy ezek a kártyalapok vannak jelenleg, na most ha ezt összeszámolom, ez 4, 1, 2, 3, 4, 5, ez 23 kártyalap, tehát ez még
az ötöde sem annak, ami vár ránk így a kiegészítőben, és a következő két hétben még naponta fed fel új kártyalapokat majd nekünk a Blizzard, úgyhogy érdemes lesz követni. Lehet, hogy fogok csinálni majd még egy ilyen áttekintőt, attól függően, hogy hogy állunk majd így a kártyalapokkal. Mindenesetre én ma már ennyit tudtam nektek mutatni, nagyon izgi lesz, úgyhogy én már nagyon várom, gyűjtöm rá az aranyat, és akkor találkozunk hamarosan. Ezen a héten is valószínűleg lesz egy újabb kocsmai verekedés, úgyhogy arra már gyúrok ezerrel, és akkor további jó kártyázást, várjuk együtt a kiegészítőt, ami augusztus folyamán jön majd. Sziasztok!